szükség van erre az intézményre, hiszen teljesen más fejlesztési igényeket igényelnek azok a gyerekek, akik ide járnak, mint mondjuk egy mozgássérült, látás vagy hallássérült, és ennek az egyik fontos módszere lehet a sport. A sport, ami rendkívül sok képességet fejleszt. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Tasnádi Zoltán, a Város Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke, a tenisz szakágat népszerűsítő rendezvény résztvevőit. A sport az egészségmegőrzésben, a mozgásfejlesztésben és a sikeres társadalmi integrációban is fontos szerepet játszik az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekeknél. Az Autizmus Centrum mai sporteseményén a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség képviselői játszottak a gyerekekkel. A labda nagyon jó fejlesztő minden szempontból, és nagyon sok sikert lehet vele elérni, hiszen ezek az alacsony nyomású labdák és szivacslabdák, ezek nagyon jól tudják a szemkész koordinációt alakítani, illetve a labdaérzéket fejleszteni, illetve a labda az mindig is a gyerekeknek a mániája volt. A 4 óvodai csoporttal és 4 általános iskolai osztályjal indult központ szeptemberben nyitotta meg kapuit a Volt Mátyás Királyúti Általános Iskolában. A nagy hiányt pótló centrumban elismert szakemberek fejlesztik a gyermekeket. A kutyaterápia egy kedvelt és jól bevált módszer a tanításra, nevelésre. Úgy végig nagyon jó, ügyes. Sikeres volt a beindulás, és azóta is a gyermekek egyéni és speciális szükségleteinek megfelelően próbáljuk a mindennapokat strukturálisan megszervezni. Nagyon jók a tapasztalatok, nagyon jól érzik magukat a szülők is, elégedettek a gyerekek is. Buka Barbara elmondta, a tenisz továbbra is kiemelt szerepet kap. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel ugyanis kiváló kapcsolatot ápolnak. Ennek köszönhetően Budapesten úgynevezett tenisznapon is részt vesznek majd.